A Gunaras fürdőt érő esőzések nagy károkat okoztak az üdülő területen. A képviselőtestület konstruktívan tudott együttműködni ebben a témában, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy a nyaralótelep és magában Gunaras fürdő egy olyan gyöngyszeme dombóvárnak, amelyet mindenképpen óvni kell. Néhány héttel ezelőtt akkora mennyiségű csapadék lepte meg késő esti órákban Gunaras fürdő területét, hogy több magánház udvara, szuterénja víz alá került. Ez a probléma helyben lakók számára nem volt ismeretlen, hiszen 2015-ben keletkeztek az első írásos nyomok erre vonatkozóan, hogy hasonló helyzet állt elő. Két lehetséges utat tűztek ki a probléma megoldása érdekében. Az egyik a meglévő csapadékvízzel vezető árkok felújítása, átereszek kitakarítása, illetve nagyobb átmérőre történő cseréje. Ezt mégsem gondolják végleges megoldásnak. Azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági területről oly mértékű víz zuhan a fürdő területére, amelyet más alternatív megoldásokkal is meg kell próbálnunk megakadályozni, sőt, alapvetően azt a peremfeltételt kellene megteremteni, hogy ez a víz egyáltalán meg se érkezzen oda, máshol tudjuk elvezetni. Az önkormányzatnak minden esetben kötelező aktuális vízkár elhárítási tervvel rendelkeznie. Ez Dombóvár esetében nagyjából 2 évtizede készült el, és azóta nem történt meg a felülvizsgálata. A testület egyöntetően úgy döntött, meghatalmazza a polgármestert, hogy 3 tervről kérjen árajánlatot. A soron következő szeptemberi ülésen döntenek majd arról, hogy kivel vizsgáltatják felül a dombóvári vízkár elhárítási tervet.